Köszöntöm a kedves nézőket, a Bács-Fekete-hegyi Izida Anya és Gyermekvédő Társulat munkájával foglalkozunk ebben a műsorban. Itt van velünk az elnök, Pap Juliannak, itt köszöntök, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, nagyon nagy szeretettel köszöntöm én is itt a kedves nézőket is, a stúdiót. És itt van velünk Kis Imre Vörösbeát, a szakmunkatárs, akit szintén köszöntök, jó napot kívánok! Jó napot, köszöntöm én is a nézőket! Az ilyen típusú civil szervezetek mindig olyan nehézségekkel kénytelenek szembenézni, ugye, hogy évről évre újra kell pályázni, tehát valamilyen módon meg kell teremteni az anyagi alapokat a működéshez. Az Izidával kapcsolatban mit tudunk elmondani erről? Hát nagyon-nagyon örömünk is van, meg bánatunk is. Az örömünk az, hogy a 10. születésnapunkat ünnepeljük ebbe az évben. Tehát 2002. májusában lett evidentálva, bejegyezve a szervezetünk, és ebben a 10 évben nagyon sok minden belefért. De főképpen én azt hiszem, hogy előreléptünk nagyon sokat abban, hogy a sérült embereknek, akár legyen az értelmi vagy testi fogyatékos fiatalok vagy gyerekek, nagyon sokat haladtak előre. Egy első lépés talán az, hogy kinyíltak a kapuk. Azok a családok a gyermekeiket a napközinkben elengedték, ez már egy nagy lépés volt. A másik pedig az, hogy itt a napközi folyamán önállóságot tanulnak ezek a fiatalok, gyerekek, és én gondolom, hogy ez a további életüknek egy nagy előrehaladás lesz. 10 éves tehát az Izida, és akkor menjünk egy kicsit vissza a kezdetekig, tehát hogyan jött az ötlet, hogy ezt a társaságot megalapítsák? Egyesületünket 10 önkéntes édesanya alapította, akkoriban is úgy volt a civil szervezet, hogy legalább 10 ember kell hozzá, aki úgy lássa, hogy igenis szüksége van egy ilyen szervezet létfenntartásához, vagy megalakulásához, ahol mondjuk ezek a témák egyik tabu téma volt, hogy beszéljünk egymás között, vagy akár szélesebb körben gyermekeinkről, mert tudnivaló, hogy nekem is van egy kislányom, aki cerebrális paralízise, és én azt gondolom, hogy ekkor ezek az anyukák egy nagyon nagy lépést haladtak előre. Egy, hogy elismerték, hogy van nekik talán egy másmilyen kis csemetéjük, a másikban, hogy elfogadták azt, és akkor bírunk igazából csak segíteni, ha ez mind megvan. És itt én úgy gondolom, hogy megvolt. Nem csak sérült édesanyák, hanem nem csak sérült gyerekek édesanyjai vagy szülei jelentkeztek meg, hanem olyan gyermekeknek is a szülei csatlakoztak, akik talán az átlag intelligenciának felül volt. Tehát ez a két csoport, ugye leginkább, amelyik eltér az átlagtól, az valamilyen formájába kiközösítettek a gyerekek. És akkor ezért gondoltunk egy olyan szervezet megalakulására, ahol lehetőséget kapnak a fejlődéshez, továbbfejlődéshez, tanuláshoz, és én gondolom, hogy ez nagy-nagy lépés. Az egyesületnek sikerült létrehozni egy úgynevezett napközi otthont is, és hát ezt folyamatosan működtetni. Sikerült az évek folyamán egy olyan körülményt biztosítani külföldi és hazai támogatók segítségével, ahol oktatás, nevelés folyik, ahol önállóságra tanítjuk fiataljainkat, és különböző műhelyek, amik kialakultak azóta, arra mutatnak, hogy ezek nem téves felfogások voltak, igenis jó irányba haladunk, tehát konyhácskába. Ez egy műhelyünk, ahol az alapvető ételek, egyszerű ételek elkészítését tanulják meg, vagy van az üvegházunk, ahol fűszer és gyógynövényeket termesztünk. Megtanulják maguknak, hogy is kell egy növénytermesztést véghez vinni, és odahaza szintén bírnak majd önállóan hozzájárulni ahhoz, hogy a saját szükségletükre ezeket mind bírják biztos. Vagy ha leszakad egy gomb, akkor fel tudják majd varni, nem kell szaladni a szomszédba, hogy esetleg biztosítsák neki ezeket az alapvető dolgokat. Tehát ez mind én szerintem nagyon jó dolog, mert önállóságra tanítjuk itt a gyerekeket.
abban az esetben igaz, hogyha bírjuk biztosítani a nevelőket, akik foglalkoznak velük, mert ezek leginkább pályázatok útján van biztosítva, és hogyha egy-egy pályázat 3, 6 vagy 9 hónapos, az idő alatt megismerik ezeket az embereket, ezeket a nevelőket, ezek leginkább fiatal nevelők, és mire oda kerülne a sor, hogy tovább bírnák már fejleszteni a tudásukat, addigra állandó munkahelyet kapnak, amit mi nem bírunk biztosítani, és megint cserélődik a nevelő jelenléte, és ez nagyon-nagyon hátráltassa a minőséges munkát. Hol mindenhol pályázott egyébként az Egyesület? Pályáztunk határon belül a tartományi titkárságokhoz. Ott elég jól reagáltak a problémáinkra, kisebb összegekkel támogatnak ilyen programokat, tehát ezek mind programaktivitások. És ez a baj, úgy szintén a kormány különböző pályázatok alapján nagyon-nagyon szép beruházásokat bírtunk biztosítani. Tehát biztosítottuk az elektromos szerkezeteket, tehát számítógépünk van, fényképezőgép, tehát ami a mindennapi munkához szükséges, és egy üvegház, hát azt a kormánynak a pályázatából lehet, hogy soha nem bírtunk volna felépíteni, és ez most nekünk egy ilyen nagyon fontos tényezőnk, mert laskagombát termelünk, és próbáljuk értékesíteni, vagy azokat a kézművességeket is próbáljuk értékesíteni, hogy valahogy önállóak legyünk. De nem sikerül. Valahol még valamit, nagyon sokat kell tanulnunk, hogy az értékesítés, tehát a marketing, hogy működik, mert egyedi darabok vannak. Tehát mi nem bírunk biztosítani 100 terméket egyszerre. És ezek a hátrányai ezeknek a dolgoknak. Tehát még mi is pályázatokra szorulunk, írjuk, próbáljuk, de valahogy ez az év egy kicsikét nehezebben indult. Reméljük, hogy az év végéig majd jó lesz. Az Egyesületen belül egyébként különféle, mondjuk így, hogy szakcsoportok működnek, erről Beáta fog nekünk beszélni. Igen. A Pinocchio napközi, ahova 15 éves korig járnak a gyerekek, itt ez a műhely heti 3 alkalommal dolgozik most jelenleg, pénzszűke miatt. Itt a Pinocchio keretein belül a gyerekeknek segítünk az iskolai tanulásban. Akkor fölzárkóztatjuk őket, hogyha valamilyen nehézségeik vannak. Nagyon jól együttműködünk különben az iskolával is, a tanítókkal, a pedagógusokkal. Ők segítenek abban, hogy milyen hátrányosságok vannak, amiben tudunk segíteni. Akkor beszédkészségfejlesztés van, akkor beszédhibás gyerekekkel foglalkozunk, diszgráfia, diszlexia nagyon nagy mértékben jelen van, és ebben ezen a problémán nagyon szépen tudtunk eddig is segíteni. A napköziben a gyerekek tanulnak, játszanak, hogyha lehetőségünk van rá, akkor főtételt biztosítunk iskola előtt, mert innen mennek iskolába. A következő műhelyek a varrás, a szabás, akkor szövőműhelyünk is van, a kézműves műhely, és itt is nagyon szép eredményeket értünk el, mivel voltak, akik itt tanultak meg varni, és el tudtak a szakmába helyezkedni. A főző műhelyünkben ott viszont megint az önállóságra tanítjuk őket, mivel otthon féltik a szülők a gyerekeket, és sokszor mondják, hogy ne csináld, mert megsütöd magad, meg mindent. Mi viszont próbáljuk elérni azt, hogy ők önállóan tudják utána ellátni magukat otthon, el tudják készíteni az ebédjüket, azt a süteményt, bármit. A színjátszó csoportot azt én vezetem egyik kolléganőmmel, ahol az elmúlt évben, novemberében megrendeztük a 6. záporkát. Vajdaság minden tájáról jöttek, és Magyarországról is, tehát nemzetközivé nőtte ki magát a versmondó találkozó. Az elmúlt hónap végén viszont indián voltunk egy színjátszó találkozón, ahol két elismerésben is részesültünk. A miénk volt a legviccesebb színdarab, és a legjobb zenei kíséret
díját megkaptuk. Ezt a színdarabot, ezt kétnyelvű színdarabnak terveztük, meg így is kiviteleztük, mivel szerb és magyar tagjaink is vannak, és nagyon jó sikerült. Mivel egymás közötti kommunikáció, az egyik szerbül mondja, a másik magyarul, és ebből is, erre is szeretnénk utalni, hogy milyen szépen tudunk magyarok és szerbek együtt dolgozni. Egy csoporton belül és egy színdarabon belül is. Említettük tehát, hogy májusban ünnepli az Egyesület fennállásának 10 éves évfordulóját, ezen kívül hát azt is említettük, ugye így kell mondanom, hogy sajnos, de hogy igen, csak nehezen indult ez az év, anyagi szempontból ugye nem könnyű ebben a mostani gazdasági helyzetben egy-egy ilyen szervezetet, egyesületet fenntartani, és hát jött egy olyan ötlet, ugye nem is tudom, hogy honnan, ezt is majd elmondják önök, hogy egy úgynevezett jótékonysági koncertet szerveznek, pedig az Izida megsegítésére. Így van, egy köszönet ennek az embercsoportnak, aki úgy döntött, hogy valamilyen módon szeretne segíteni szervezetünknek, és egy jótékonysági koncertot szervez Feketicsen május 2-án, tehát ez a május 1-i ünnepek keretein belül, és a színházba Feketicsen, Bács-Fekete-hegyen a belépő díj 200 dinár. Nagyon köszönet a művészeknek, akik elfogadták a meghívást, tehát ingyen jönnek fellépni, azzal, hogy hát az úti költséget ugye azt igyekszünk majd valahogy lefedni, de én úgy gondolom, hogy már voltunk ilyen koncerteken, vagy bálokon, és rájöttünk arra, hogy ezek nagyon-nagyon jó dolgok, mert itt az emberek szintén én csak mindig a megismerésre, a probléma megismerésére vontatom a kérdésemet, vagy a mondataimat, mert voltunk Kanizsán az első bálozók estjén, és ott is láttam, eddig én nem voltam ilyen helyzetekben, és láttam, hogy mennyire az emberek segítőkészek, csak talán lehet, hogy nincs megadva a lehetőség, vagy nem tudják, hogy hova kell fordulni ilyen kérdésben, és én úgy gondolom, hogy ezt a feketicsi csoportnak nagyon nagy hála, akinek a vezetője Gyukics Gorán és felesége Xenia, akik valamilyen módon szeretnének segíteni a szervezetünknek, és ezt a humanitáris, vagyis jótékonysági koncertet megszervezik nálunk Feketicsen. Tehát lényegében itt arról van szó, ugye nem is akármilyen, hamarosan elmondjuk majd, hogy mely zenekarok lépnek fel ezen a jótékonysági koncerten, de hát a zenekarok, ugye ezek a neves zenekarok, ezek ingyen vállalják a fellépést. Így van, és az benne az érdekes, hogy Topolyáról együttes érkezik az Innsbruck, van Zrenjaninból a Szivárvány együttes, és Beográdból kiemelkedő egyéniségek is, mint Zorana Pávics érkezik, aki tényleg a feketicsi lakosság is egy része ismeri, és humoristánk is érkezik. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nagyon egy alkalom arra is, hogy a lakosságunk megismerjen egy kicsit bennünket is, a művészeket is, és én úgy gondolom, hogy jól fogják érezni magukat, tehát ez alkalommal szeretettel hívunk mindenkit, aki valamilyen formájában vagy nekünk szeretnének segíteni ezzel a belépődíjjal, vagy pedig akiket egy jó szórakozást. Minden ilyen veled álmodom, miért van így, nem tudom. Miért szeretlek téged oly nagyon, miért van így, nem tudom. Csókos ajkat, hogyha rám nevet, semmi szebb nem lehet. Adok érte boldog perceket, éveket, életet. Choose the top of the video sphere.
lice nudi nadu, tvoje lice sarne. Ostrva te skrivaju, daleko viču. Sad mi drugi sviraju, ti si davno prestao. Seti se, makar još jednom seti se, pa me pronađemo lašu te, da ne vole. Grudi moje balkanske, oči tvoje jadranske, hoćemo malo jače. Posle svega dođe, vojnička te luka prođe, ove drugi balkanske. Kad zima posle svega dođe, vojnička te luka prođe, ove drugi balkanske. Bravo za vas. Ti treba da se srećaš što imaš oca koji s tobom otvoreno razgovara. Szeretnének maguknak biztosítani, ugye, ugyanis hát egy egész estet betöltő koncertről van szó. Még egyszer elmondjuk tehát, hogy május 2-án kerül erre sor Bács-Fekete-hegyen a színházteremben. Hány órakor kezdődik? Este 8 órakor lesz a koncert, vagyis az est, és én megkérnélek még egyszer, hogyha... Tehát akkor még egyszer elmondjuk, hogy a fellépők között ott van az Inbox zenekar, ezt a topolyaiak is nagyon jól ismerik egyébként, hiszen bizonyos tagjai topolyai illetőségűek. A Szivárvány együttest szintén azt hiszem, hogy nem kell bemutatni a kedves nézőknek, a kedves hallgatóknak. Itt lesz még Zorana Pavic is, aki szintén egy ismert énekesnő. Ezen kívül ugye említettük, hogy a humor is képviselteti majd magát. Nebojsa Csólic Fíkó vendégszerepel majd Bács-Fekete-hegyen, aki a Kurszádzsie sorozatból ismert egyébként. Így van, és mindenkit szeretettel várunk. Gondolom, hogy nem fogják megbánni, amire eljöttek, ha más nem a szórakozás miatt is. És én gondolom, hogy ez hozzá fog segíteni ahhoz, hogy ezek a mi tagjaink egy kicsikét felszabaduljanak, úgy szintén jól érezzék magukat, és esetleg abból a pénzforrásból, ami ebből kialakul, valószínűleg egy nagyon pozitív helyre fogjuk elkölteni, ami az ők jólétükre fog vallani. Pap Juliannának és Kis Imre Vörös Beátának köszönöm szépen, hogy eljöttek ide hozzánk, hogy mindezt elmondták. Önöknek még egyszer felhívnám a figyelmét, hogy egy jót szórakozhatnak majd május 2-án Bács-Fekete-hegyen, mindössze 200 dinárért, és hát vigasztalhatja majd önöket még az a tudat is, hogy ez a 200 dinár majd nagyon jó helyre kerül. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen a meghívást. Kicsi lány, sosem voltál ilyen szép még. Kicsi lány, veled együtt lenni jó. Kicsi lány, ugye nincs itt semmi kétség. Szívünk egymáshoz való. Kicsi lány, én már nem is vagyok észni. Szívem érted, oly lángoló a nég. Hogyha még egykor szesz is lenne kéznél, talán még többet mondanék. Bár csak szenvedélyem pártolnád, s néznél biztatóbban rám. Már is megjönne a bátorság, és vágyam ki is mondanám. Kicsi lány, ezer szónak egy a vége. Ilyen szép este nem volt soha még. Kicsi lány, hogyha csókot adnál végre, tényleg akkor lenne szép.
ki is mondanám. Kicsi lány, ezer szónak egy a vége, ilyen szép este nem volt soha még. Kicsi lány, de ha csókot adnál végre, tényleg akkor lenne szép. Tényleg akkor lenne szép.